Nemrég jelent meg a melankolikus popot játszott The Dreamcatchers legújabb albuma Fénytörés címmel. Hamarosan a részletekről beszélgetünk a zenekar két tagjával, de előtte nézzetek bele az elég komoly témát boncolgató Különbéke című animált videóklipjükbe. Tőled nekem minden, csak éppen cipelek egy magányt itt bent. Nem tör meg, de azért mégis rombol, ki akarok állni az üres sordon. Ott hagytál egy sötét parton a lámpát, azóta is magam tartom. Hívtál kedvencednek, de minek? Az csak egy rossz felirat egy ajtón. Én értem, miért nem élsz egy sohasem ígért érzésért, és mégis vágyom rá, hogy valaki szívért. Vendégünk Halmai Réka és Almás Igor, sziasztok! 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 A Fénytörés című albumotok nemrég jelent meg, és hát beletettétek szíveteket, lelketeket, sőt az elmúlt két év történéseit is. Mik történtek veletek mostanában? Hát elég mozgalmas két évünk volt szerintem. Rengeteg új és ritka dolgot tudtunk megélni így ez alatt a néhány év alatt szerintem. Főleg, hogy rengeteg új taggal is találkoztunk, így kettőt értek a rengeteg alatt. Mind a kettőt vagytok. Nem, vagy hát igen, még van egy harmadik is. Igor a legfrissebb. Én két éve kerültem be a zenekarba, aztán dobosváltásunk volt, utána pedig jött Igor. Ezeket az élményeket, amik veletek történtek, olyan neves dalszövegírók fogalmazták dalba, mint Hujber Szabolcs, Tariska Szabolcs vagy Lázár Domokos. Velük milyen volt a közös munka, Igor? Így van, és nagyon hálásak vagyunk a munkájukért, mert nagyon elégedettek vagyunk a teljesítményükkel és a végproduktommal. Erről Réka egy kicsit többet tud beszélni, ugyanis én azután jöttem, hogy ők már megalkották ezeket a dalszövegeket. Igen, tulajdonképpen én angolul írom meg a dalszövegeket, és akkor utána keresünk fel, illetve kérünk fel egy dalszerzőt, aki számunkra ír egy magyar dalszöveget, az alapján, hogy az angol szöveg mit képvisel. Azt miért tartjátok fontosnak, hogy két változat is szülessen? Ezt leginkább én tartom fontosnak, hogy két nyelvűen szülessenek meg, illetve ezáltal az egész zenekarnak is ugye fontossá vált. Én ebben nőttem föl, rengeteg angol nyelvű dalt hallgattam, rengeteget tanultam angolul, angol nyelven néztem a filmeket, úgyhogy nekem innen jön ez. Kicsit mesélj nekünk, kérlek, a Különbéke dalszövegéről, mert saját érzelmeid alapján, tapasztalataid alapján írtad meg a szöveget. Tulajdonképpen azt szerettem volna megfogni ezzel, hogy milyen érzés egy olyan gyereknek lenni, akinek elváltak a szülei, mennyi mindenen kell keresztül mennünk, mennyi minden érzés kavarog ilyenkor bennünk, az a dű, a harag, miközben a szomorúsággal együtt keveredik, és hogyan tudjuk ezt megoldani, és hogyan tudunk utána kinyílni a világ felé. A Különbéke című dalhoz egy animált videóklip is készült, ami Gerócs Balázs munkája. Milyen szimbólumok jelennek meg a klipben? A Gerócs Balázsról már többet tudok beszélni, mert vele én is dolgoztam együtt, és jó csávó egyébként, és nagyon jó munkákat csinál, úgyhogy teljesen elégedettek vagyunk vele, és ez az animációs videoklip, ez, ahogy mondtad, nagyon sok szimbólumot tartalmaz. Az egyik ilyen például, van a dalszövegnek egy olyan része, hogy képet hazudó tükör, ez az egyik kedvencem, ez. Itt párhuzamot tudok vonni azzal a kifejezéssel, hogy a szem a lélek tükre, és akkor ezzel talán mindent elmondtam erről. A másik kedvencem az a bezárt láda, ami a videoklipben soha nem nyílik ki, és ez számomra azt jelenti, hogy amikor, hogyha beleélem ebbe a helyzetbe magam, amikor a szülők veszekednek, esetleg el is válnak, eljut odáig a veszekedés, akkor a gyermek ilyenkor megbújik, elzárja magát, elzárja a lelkét, szívét, és gyakorlatilag az soha nem jön ki onnan egy ilyen helyzetben, egy ilyen nehéz helyzetben. A közösségi oldalatokon rengeteg pozitív visszajelzést kaptatok. Szemezgessünk most egy kicsit ezekből, miket olvastatok?
nagyon sok, valóban nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk, főleg a komment szekcióban, a YouTube-on, de szerencsére írnak nekünk Instagramon, Facebookon, Rékának is nagyon sokat írnak, de akár engem is megtalálnak, és tulajdonképpen mindenki arról beszél, hogy nagyon-nagyon megtetszett nekik, főleg ez a Külön béke című dalunk, ugyanis ez ugye külön előbb jött ki, mint maga az album, és arra kezdtek jönni ezek a kommentek, amik azt mondják, hogy pont jó időben érkezett hozzájuk, annyira beletaláltam a lelki világukba, és hogy mennyire azonosulni tudnak vele, úgyhogy mind ilyen jó pozitív dolgok jönnek. Így van, és van, aki arról ír, hogy ez segít nekik is abban, hogy átvészeljenek egy hasonló helyzetet. És van egy ilyen című Szabó Lőrinc vers, van áthallás, vagy van közel? Van, abszolút. Hújber Szabolcs írta ezt a dalszöveget, és ő nyilatkozta is egyébként, hogy tehát van hozzá köze. Réka, mesélj egy kicsit az albumról, magáról. Egészen sokféle jelzővel illettétek. Mi jellemzi leginkább ezt a lemezt? A legelső szó, ami eszembe jut róla, az az érzelmesség. Itt leginkább arra gondolok, hogy nem csak egyféle érzelmet szeretnék végigvinni ezen az albumon, és nem is úgy írtam meg ezeket a dalokat, hogy egy kifejezett érzelmet szeretnék 10 dalon keresztül kifejezni és megmutatni, hanem összességében mindenféléből csipegettem egy keveset, akár egy szerelmi történetet, akár egy viharos szerelmi történetet, akár ezt a családi hátteret, vagy pedig a megfelelési kényszert, a magabiztosságot. Jelenleg még tart a Zaporozsáccal közös turnétok. Mik az eddigi tapasztalatok, és mire számíthatunk a közeljövőben? Hol lesztek legközelebb láthatóak? Nagyon szeretünk együtt zenélni velük, nagyon, nagyon izgalmas ez a turné. Nagyon jó csapat, szeretjük őket egyébként is, és a közös munkát is. Nagyon izgatottan várjuk a következő koncertet, és reményeink szerint lesz még a jövőben közös munka is. És legközelebb pedig Fehérváron, Székesfehérváron. Köszönjük szépen. Köszönjük, hogy eljöttetek. Köszönjük szépen. Köszönjük.